A háztartásban szükséges textíliákról tanulnak ezek a besenyődi lakosok. Az ismeretekhez annak a családellátó képzésnek a keretében juthatnak hozzá, amely az önkormányzat komplex telep programja keretében valósul meg. Utóbbi célja a településen élő hátrányos helyzetű csoportok felemelése, élethelyzetük javítása. A decemberben kezdődött tanfolyamon 24-en vesznek részt. Legfiatalabb 16 éves, 17 éves, illetve a legidősebb 45 éves, ha jól emlékszem vissza. Természetesen vannak családanyák, illetve vannak olyanok, akik most kezdik úgymond, vagy fogják kezdeni a nagybetűs életet, és ez nekik is nagyon-nagyon sokat jelent, hiszen már sok-sok ismeretet megszereznek, amit tudnak majd az életükben hasznosítani. Az oktató hozzátette, ha a háztartás feladataiból minden tag kiveszi a részét, több szabadidő maradhat a közös programokra. Ezt is próbálja megtanítani a képzés, amelyen a résztvevő fiatalok többnyire az alapoktól indultak, de többeknek már van valamilyen tapasztalata. Itt megtanuljuk az öregek ellátását, vérnyomásmérés, cukormérés, és akkor ebbe szeretnék majd későbbiekben, hogy öregeken segíteni, és emellett megtanuljuk a gyerekeket, hogy hogy kell nevelni, hogy kell beosztani a pénzünket, emellett, hogy tudunk otthon segíteni. Ez a két nő már a másnapi ebédet készíti. A sütés-főzésről, valamint a lakás és az udvar karbantartásáról, a kerti művelésről és termesztésről is szerezhetnek hasznos ismereteket a résztvevők a márciusban záruló gyakorlati és elméleti képzésen. A teleprogram részeként egyébként 8 szociális bérlakást is építenek. Ez azért fontos, mert azok a családok, akik valamilyen anyagi gond miatt, közfoglalkoztatás miatt, anyagi helyzet miatt nem jutnak lakáshoz, őnekik szeretnénk otthon biztosítani, nem örök életre, hanem egy időre, és kötelező nekik a projektben részt venni, résztvevőként aláírni a szerződést, ugyanakkor a projekt valamelyik tanfolyamán, mint résztvevő tagnak, és ennek tulajdonképpen a kimenetele az lesz, hogy próbáljanak elhelyezkedni a munkavilágában. A helyi gyerekeknek emellett nyáron táborokat szerveznek majd a projekt keretében.